Filmszínházunk bemutatja hangos film, széles vászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, színész táblók hangban. Igen, úgy is lehet. Hangos film, széles vásznú verzió. Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban folytatjuk a 20. századi úrszolga kapcsolatot középpontba helyező filmeket és sorozatokat vizsgáló beszélgetésünket. Vágjunk bele! Mozgóképizmus. Filmek politológus szemmel. Párádám történész politológussal az előző adásban többek között az édes annak két filmes adaptációjáról, a Hipolita lakányról, illetve a csengetett Milord című szatirikus hangvételű angol sorozatról beszélgettünk. A méltányosság Politika Elemző Központ munkatársával innen folytatjuk az interjút. Időben haladunk egy picit tovább, viszont visszaugrunk az Egyesült Királyságba, mert hogy a napok romjai, amelyet már említettünk korábban is. Az ugye két időségban zajlik ebben a klasszikus két világháború uh -huh. közötti időszakban, és a már 50-es évek, uh -huh. ami tulajdonképpen a még modernebb világot mutatja be. Megrázóan szép a film, és azt hiszem, hogy sokkal, nekem laikus nézőnek sokkal pontosabban uh -huh. ábrázolja ezt a viszonyrendszert, mint mondjuk egy akkori Gosford park, ami a részleteknél ragadt le, hogy uh -huh. te is mondod, hogy hogy néztek ki mondjuk a uh -huh a használati tárgyak, mert hogy valahogy itt tudták a legjobban bemutatni azt, hogy ronda szóval, hol van a cseléd helye, és hogy a cselédnek ez a szó szerinti szolgalelkűsége, hogyha megengedték volna neki, hiszen ugye az Anthony hopkins által játszott karakter is tulajdonképpen erre utal, hogy olyan nincs, hogy megengedjék, hogy ő átlépjen egy határt, Tehát az ő belső erkölcsi mércéje az, ami nem engedi ezt meg, mert hogy egyébként az apja is laká, illetve komornyik volt. Uh -huh. És ugye látjuk nyilván a, a változó világot Emma Tomzonnak a, a figurája által. És egyébként arra is választod, hogy arisztokrácia per polgárság, hiszen ebben a két időségben a köztük lévő különbséget és egyformaságot is láthatjuk. Uh -huh. Igen, Stevens a, a komornyik. Hát valóban mondhatni, hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon vakfegyelemmel és csőlátással ragaszkodik a a maga által vallott, meg az apja által vallott értékekhez. Tehát, hogy a szolga helye, még hogyha az ő esetében ugye ez a szolga szó, ez nem is fejezi ki teljesen a, a viszonyt, hiszen ő a személyzet élén áll, de alapvetően ő is egy szolga, tehát a szolga hely az, az hol van, és hogy nem szólhat bele a, az uraknak a dolgába. Itt azért ugye vastagon benne vagyunk a brit belpolitikában is ebben a filmben, tehát láttunk mindenfajta diplomáciai és politikai mahinációkat, hogy hogyan próbálják meg a gróf környezetében különböző véleményvezére kimosdatni a hitleri Németországot, és Angliát elkötelezni a, a béke és a benemavatkozás mellett. És hát ez Többek között olyan konzekvenciákkal is jár most a gróf környezetében, hogy azért, hogy kedvére tegyen a szélső jobboldali barátainak, ugye elküld két zsidó menekült lányt a háztartásból. És hát Stevens ugye mondja, hogy na de hát miért kell őket elküldeni, hiszen náluk pontosabb, meg szorgalmasabb, meg tisztább cselédek nincsenek, a személyzetben, de hát ugye mondja a gróf, hogy mert csak és pont, és Stevens engedelmeskedik ennek. Ugye Emma Thompson karaktere pedig, pedig ugye próbál lázadni ez ellen a embertelenség ellen, de Stevens ugyanazt mondja, mint a gróf, hogyha ez a döntés, akkor ennek kell lennie, aztán később, később mondja meg, hogy hát tulajdonképpen őt is bántotta ez a, helyzet. Mire ugye Emma Thompson karaktere meg kifakad, hogy de hát ezt miért nem mondta neki. Neki is könnyebb lett volna, hogyha, hogyha tudja, hogy Stevens pontosan ugyanúgy érez a két előzött lány iránt, mint ő. tehát, tehát Stevens mindvégig egy ilyen nagyon hideg, kimért, látszólag hideg és látszólag kimért Komornyik kíván lenni. Ténylegesen nem tudunk haragudni erre a figurára, mint Stevens figurájára, mert egy ilyen gyermeki szófogadás van ebben a viselkedésben. Mm. Olyan módon próbálja még a grófot is bemutatni, ugye a film, hogy mi még őt se tudjuk utálni, mert Stevens szemén mm. át látjuk, aki azt mondja, hogy én cserétként hogy jövök ahhoz, hogy bármilyen módon akár véleményt is formáljak mm. arról, hogy a gazdám, idézőjelbe vagy sem, hogyan dönt. Igen. Tehát, hogy iszonyatosan finom árnyalatok működnek az egész történetben. Hát aztán ugye vissza is élnek azért azzal, hogy Stevens nem nyilváníthat véleményt, mert emlékeztetnék arra a jelenetre, amikor szintén a gróf baráti társaságában vitatkoznak a a választó jog kiterjesztéséről, ami erre az időre persze már megtörtént, illetve a demokrácián, és akkor az egyik úr odainti magához Stevenst. és feltesz neki három nagyon raffináltan megfogalmazott politikai kérdést, amire ugye Stevens nem is válaszolhat, hiszen ő nem nyilváníthat véleményt az urak jelenlétében, mire gyakorlatilag ott, hát mondjuk meg őszintén, ne kerteljünk, ott nyilvánosan megalázzák, mert azt mondja az úr, hogy lám ennek az úriembernek nincsen semmilyen véleménye, és mi hagyjuk, hogy ilyen véleménnyel nem rendelkező polgárok szavazhassanak. És hát Stevens pedig, és ez mutatja egyébként részben a kiszolgáltatottságát, de azért az intelligenciáját is, hogy búcsúzásnál finoman, gunyoros mosolyjal megköszöni kioktatást. Igen. Úgyhogy végül is az a tanulság, hogy azért valamelyest Stevens is felülmarad ebben a konfliktusban, még hogyha Egyébként nyilván az urak számára az nem is nyilvánvaló. És hát ugye a később érkező, ugye Christopher Riváltal alakított gazdag ember, aki megveszi ezt a uh -huh. birtokot, hogy ő folyamatosan viszont véleményezi, és teljesen uh -huh. ki van borulva erre a helyzetre. Ő konkrétan náci barátnak könyveli el ezt a bizonyos grófot, és ő ugyanúgy nem tud árnyalatokat látni, uh -huh. mint ahogy ugye egyébként, hogyha csak úgy felületesen néznénk a filmet. Szóval, hogy aki nem látta, annak szerintem mindenképpen érdemes folytatni, de én azt gondolom, Gondolom, hogy azért elég sokan látták. Még egy picit egy példa erejéig szeretnék maradni a Szigetországnál, mert hogy ugye még most is folyamatosan készül a Korona című sorozat, amelynek ugye persze a fő központi kérdése az, hogy Lessünk be a királyi családnak uh -huh. az életébe. De az, hogy ezt az úr szolga viszonyt és egyáltalán, hogy milyen szabályrend szerint kell élnie az arisztokráciának, vagy él az arisztokrácia, arra nagyon nagy hangsúlyt fektet. tehát uh -huh. valamiért most tényleg van valami érdeklődés az emberek részéről, és teljesen mindegy, hogy a 20-as évekről van szó, az 50-es éveket mutatjuk, vagy egyébként, ahol nagyjából most tart a korona már az 1990-es uh -huh. éveknél. És nem gondolom, hogy azért, mert a nézők egyik fele cseréd, a másik fele pedig cseréd, tart, tehát azért én abba bízom, hogy a szélesebb réteg az egyik kategóriába se tartozik bele, de valamiért ez egy ilyen, lehet, hogy most éppen ez még exotikum, miért remélem, hogy az is marad. Hát szerintem a jelenleg regnáló angol királynőnek azért jelentős szerepe van <laughs> a sorozatnak a népszerűségében, mert azért nem nagyon tudnék mondani más sorozatot, de még talán filmet sem, amelyik egy egy regnáló, tehát napjainkban élő, uralkodó nőről szólna. Tehát valószínűleg... Nem is sok ez a... ilyen van. Hát nem, 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 nem is sok ilyen van, így van, így van. Szóval szerintem ennek tudható be leginkább ez a fajta érdeklődés. Na meg annak, hogy ez egy, és ez egy kicsit igazságtalan is, hogy általában ugye a monarchiát, meg ezt, a, ezt az ilyen emberarcú monarchiát és emberarcú arisztokráciát nagyon szeretik Angliával azonosítani világszerte. Jó, hát ugye az angolok által gyarmatosított, vagy legyünk politikailag korrektek, a brit birodalom által gyarmatosított egykori országokban érthető is ez különösen amelyek még a nemzetközösséghez tartoznak, de még itt Közép- és Kelet-Európában is tapasztalataim szerint nagyon nagy presztízsű a brit monarchia. Úgyhogy leginkább talán ennek tudható be. Érdekes lenne egy hasonló sorozat mondjuk a mondjuk a 20. századi svéd monarchiáról, vagy a dáról. Egyébként lehet hogy, lehet, hogy van is, csak én nem tudok róla. Hát Svédországban, vagy Dániában. Igen, 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 de minden esetre valószínűleg az is ugyanilyen izgalmakkal lenne teli, mint a, mint a korona. Amiről eddig beszéltünk cselédség helyzete és az uraikhoz való viszonyban, mindig volt valami a hagyományőrzésnek a szépsége, vagy annak a szatirikus ábrázolása, és ez jellemzően a Szigetországhoz kapcsolódott. Már említettük, hogy persze vannak amerikai példák, és ennek mondjuk a századfordulóhoz közeli időszakaiban ez elsősorban az angol példának az átvétele volt. Úgyhogy most el is kanyarodunk konkrétan az új világba, az Egyesült Államokba, és ugrunk is egy picit időben, úgy nagyjából az 50 be, mert hogy ott azért nagyon erőteljesen megmaradt, vagy akár újraépült a, a, a cselédi lét, akár mondjuk a déli államokban, de az már közel sem hozta ezt a, a, hagyományőrzésnek, azt gondolom, hogy az alapjait, ott ténylegesen arról volt szó, hogy van pénzem, szolgáljanak ki. Itt most rögtön kettő film, amit érdemes kiemelni, és egyben párhuzamba is állíthatjuk, ugye a Korina Korinát, illetve a Miss Daisy sofőrét. Az 50-es években járunk mind a két film esetében, és egy olyan, hát mondjuk véletlen együttállásról van szó, hogy a munkaadó zsidószármazású, a beosztott fekete, na most az Években, hogy fekete a beosztott, illetve konkrétan a szolgált sofőr, akármi, azért az nem volt annyira meglepő. Uh -huh. Az, hogy egyébként az úr a gazda, nem tudom, hogy most minek kell itt neveznünk. Zsidó származású, azt mind a két filmben másképp éli meg a főszereplőt, tehát másképp éli meg az identitását, és másképp reagál rá a társadalom is. De az tény, hogy egyébként egy nagyon jellegzetes élethelyzetet mutat be mind a kettő. Uh -huh. Valóban, ugye nagyon fontos tehát azt megemlíteni, hogy két egészen eltérő régiójáról beszélünk az Egyesült Államoknak, hiszen az egyik, a Korinna-Korinna, a nyugati parton játszódik, azon a nyugaton, amelyik, ahogy említettük is, egy egalitáriussabb szemléletű, bár persze nagyon sok tekintetben mondjuk a vagy nyugati erkölcsöket hordozó társadalom volt, de mondjuk itt ebben a Los Angeles-i millióben, ahol a film játszódik, ott inkább ennek a demokratikus és liberális vetületével találkozunk, egy polgári közegben. A Miss Daisy pedig délen játszódik, picivel korábban is, és ugye nyilván egy olyan társadalmi millióben, ahol a fekete sofőr másodrangú polgárnak számít, és valóban van egyfajta, hát egy partneri viszony alakul ki mind a két esetben a két munkáltatóval. Azt hiszem, hogy most már lassan Mondhatjuk azt, hogy inkább munkáltatóról lehet Nem. beszélni, mint sem úrról, bár ugye itt is van egy különbség, mert ugye a déli esetben ott valóban ez az úrnő karaktere misdézinek azért megvan, hát meg, meg ő, el is is, hát ugye? Igen, ő ugye egyrészt el is várja, és a sofőr pedig nyilván az egész társadalmi közegből és a neveltetéséből fakadóan bár olykor konfliktusba kerülnek, de szintén megadja neki a tiszteletet. Úgyhogy ebben a tekintetben is érzékelhető a két régiónak, és egyáltalán a kétféle társadalmi helyzetnek a különbsége. Na most a, a Miss Daisy sofőrjénél ott nagyon fontos, hogy, hogy Miss Daisy eleinte fenntartásokkal viseltetik, pusztán az iránt is, hogy ő egy sofőrt kap mert hogy ő maga szereti vezetni az autóját, csak hát ez nem túlzottan vezet jó eredményre, ezért a fia oda ugrasz neki egy sofőrt, Ami ellen Miss Daisy persze berzenkedik, de egy idő után megszokja. Ő egy kicsit, kicsit magának való, de alapvetően egy jó lelkű és, és érzékeny tanárnő aki a film végére képes úgy átérezni a feketéknek a helyzetét. Ö ő egyébként nem, tehát nem olyan értelemben előítéletes a feketékkel szemben, hogy most nem akar azért fekete soffert, mert fekete, tehát nem erről van szó, hanem, hanem egyszerűen ő mondjuk azt a fajta kicsit ilyen úri, vagy magyar terminológiával élve, a kicsit ilyen gentroid rasszizmust képviseli, tehát ez nem a feketék által látogatott templomok felgyújtásának a rasszizmusa, de egyfajta távolságtartás, hogy mindenki maradjon a helyén, ahol van. De a film végére ő túljut ezen és ez döntően ugye a köszönhető. Az mondjuk kérdés mind a két film esetében, és feltétlenül szándékkal állítják kérdéseli, a, vagy válaszeli a, nézőt is, hogy az a távolságtartás, amit a munkaadó részéről megjelenik, az mennyire szól az illető, tehát a beosztottjának a bőrszínéről, és mennyire szól arról, hogy a beosztottja. Hiszen ugye a Korinakorinában itt sem mondom azt, hogy spoiler, hiszen több mint 20 éves filmről uh -huh. beszélünk, végülis egy szerelmi történet uh -huh. kanyarodik belőle, és nyilván összetettebb a, a sztori, és azért is mondtam azt, hogy mennyire fontos mondjuk az identitásait a, a munkaadónknak, mert azt hiszem, hogy arra helyezi a hangsúlyt, hogy ami nem látható, az a társadalom számára nincs. Tehát, hogy Benny zinger, aki a munkaadó, aki történetesen zsidó származású, és hogyha mondjuk Réli jobban hordozná azokat a külső jegyeket, ami alapján megszólhatnák, hiszen azért ne mm. legyünk naivak az 50-es években, azért jelen volt az antiszemitizmus Amerikában is. Így van. De nincsen ráírva úgy, mint Korinára, aki hát fekete. Tehát kimegy mm. az utcára, fekete, ha hazamegy, akkor is fekete. És ez a kérdéskör, ez azért ugye megjelenik a Mizdézi sofőrjében, ott nem boncolgatják ezt a kérdést abból a szempontból, hogy valószínűleg ő egy ilyen kis buborékban él, ugyanazokkal a, a zsidószármazású idős asszonyokkal találkozik, nincs igazából kapcsolata még azokkal a nem fekete kortársaival se, akikkel lehetne. Tehát tulajdonképpen ő így tartja távol ugye ezt a fekete sofőrt, hogy akár mondjuk nem zsidó. Tehát hogy ez a kérdés, hogy itt a beosztottat akarjuk távol tartani, nem, mint ő, vagy pedig a, a fekete beosztotta? Hát a Mizdézi sofőrjében azt gondolom, az, hogy a beosztott, milyen bőrszínű, az egyfajta berögzültség az ottani környezetben, az ottani társadalomban. De ahogy említettem, tehát Mizdézi a film végére valóban barátságot köt a sofőrrel, vagyis hát az eleinte kicsit hektikusnak induló viszonyuk, az, az egyre inkább barátivá válik, egészen odáig, amíg Miss Daisy számára napvilágra nem kerül, hogy milyen állapotok uralkodnak délen, amiről ő ugye nem tudott, mert fehérként nem, nem érintette. A Korinna Korinában, ott pedig ugye már eleve egy kicsit liberálisabb közegben vagyunk, és itt nagyon sokáig szóba sem kerül a bőrszín kérdése, tehát itt látható, hogy jóval inkább, ha nem is egy, egy nem is egy teljesen egyenlő viszony, mert azért még itt csak az egyik fél az ugye elvár valamilyen munkát a másiktól, még hogyha alapvetően azért be is engedi a konyhájába, meg le is ülteti az asztalához, de hát mégis van egy, egy pénz alapú vagy szerződés alapú viszonyrendszer közöttük, de hogy ez azért más, más mint a, az a gentri világ, úri világ, ami, ami a Miss Daisy alabamáját jellemzi. Tehát Korinna sokkal inkább egyenrangú horkhoz a sofőrhöz képest. Két példa, ez szerintem a, a filmből egy-egy példa tök jól mutatja, hogy a Korina Korinában Korina szól Meninek, hogy már megint elszívta a cigarettámat, tehát hogy mondja, hát ez nem, ilyen nem, nem, nem így, fordulhatott volna így, igen. a korabeli déle, nem hogy száz évvel korábban. Igen, tehát ott valóban van egy ilyen együtt dolgozunk ahhoz, uh -huh. hogy a háztartás működjön című történet, míg ugye a Mizdézi sofőrében nem véletlenül tették bele azt a jelenetet, amikor a menet közben, útközben közli, ugye Morgan Freeman Karaktere, hogy hát ő neki pisilnie kellene, uh -huh. és azt mondja neki, Miss Daisy, hogy majd, ha megérkeztünk. Uh -huh. És egy ideig még így tűri is, pár percig, aztán egyszer csak félreáll, és azt mondja, hogy ő nem egy taknyos gyerek, uh -huh. hogyha neki erre van szüksége, akkor ő ezt, ezt megoldja. Tehát, hogy hogy veszi ezt uh -huh. a bátorságot, de közben meg mégiscsak alapvetőnek tartja mizdézi, hogy majd ő arról is rendelkezik, hogy ki mikor is Igen, és hát ugye a Slusspolén az, ami visszavezet a makrotársadalmi szintre, hogy Miss Daisy megkérdezi, hogy miért nem ment el, a, amikor megálltunk, és hogy azt válaszolja a hork, hogy, hogy ott csak a fehéreknek fenntartott mellékhelyiség volt. Mm. És hát ugye ő, mint törvénytisztelő polgár, ugye nem akart oda bemenni. Igen, szóval ez, ez az az állapot, amit ugye nem láttunk a Korinna-Korinnában, itt egy ilyen tipikus bejárónő. nő viszonyt látunk, ami ma is Magyarországon, Svédországban, Egyesült Államokban bárhol van, tehát egy, egy jóval egyenlősség elvű viszonyt, ahol ugye valaki elvégez egy munkát, és a munkáért megkapja a bérét. Az más kérdés, hogy persze, ugye ez nem marad meg egy egyszerű munkaviszonynál, mert ugye ez az egyedülálló férfi, aki a kislányát egyedül neveli, egyre inkább Beengedi az intim szférájába Korinnát, mert látja, hogy milyen jól bánik a gyerekkel, hogy mennyire odaadó, és nem egy megjátszós, felvágós típus, mint a korábbi. ajánlatok, mert nők. meg hát egyáltalán, akiket ugye folyamatosan az élet Ö, igen. felé sodor, hogy esetleg talán újra kéne nősülni, mert úgy élik az 50-es években minél hamarabb. Igen, de... és ugye az is nagyon érdekes, hogy itt meg fekete közegből láttunk egy uh -huh. kicsi előítéletességet a férfi felé. Tehát ugye Korinnát megszólja a nővére, hogy hogy hát miért kezd ki egy fehér férfival, pedig ugye egyrészt nem is kezd ki, tehát ő valóban, bár érez nyilván valamit, de ezen a szinten még inkább barátság volt a viszonyuk, másrészt pedig ez kicsit visszájára fordítása annak a fajta logikának, ami az előítéletességet jellemezte az Egyesült államokban, tehát hogy a fehérek megszólták a feketéket, akkor hogyha partnert kerestek az ő körükben, itt megfordítottja történik. Hát sőt, ugye azt is szóval tesz, hogy egyáltalán a kislányjal ne uh -huh. ápoljon ennyire baráti, vagy akár ilyen szülői uh -huh. viszonyt, mert ő távolságot kell tartani a, a fehér munkaadótól. De még maradva délen, Mám, uh -huh. Te kapcsán, ugye a Segítség című film itt is ugye érdekes, hogy nyilván mikor készül el egy bizonyos film, az pontosan azt a helyzetet mutatja be, amiről ugye eddig beszéltünk, hogy milyen nyomorúságos volt egyébként az 50-es években egy déli államban a feketéknek a helyzete, független attól, hogy egyébként cselédek voltak, sofőrök voltak, tehát hogy milyen jellegű munkát végeztek, hogy a háznál dolgoztak -e esetleg. A segítség esetében pedig kifejezetten ezeket a példákat mutatja be. Mm. Igen, hát ugye annak ellenére, hogy a rabszolgasság az megszűnt, de informálisan azért a feketéknek a hát hogy mondjuk szépen ilyen szolgahelyzetben való tartása, vagy a fekették nagy részének a szolgahelyzetben való tartása azért megmaradt a déli államokban, és ugye ezt mindenféle jogszabályokkal igyekeztek azért körbe körbebástyázni, tehát nem volt olyan nagyon könnyű kitörni mondjuk egy házi cseléd, vagy mezőgazdasági, napszámos, társadalmi, helyzetből. Ugye ezt a kor filmalkotásai nagyon szépen bemutatják, tehát az biztos, hogy ha van egy déli film, akkor nagyon hosszú ideig ott a afroamerikai, az sofőr, cseléd, Napszámos, tehát mindenképpen valami olyan kategóriát tölt be, ami, ami kicsit a társadalmi hierarchiának az, az alja. És egyébként nagyon meg is szólták azokat az afroamerikaiakat, akik úgymond kitörtek. Tehát akik mondjuk tanárok vagy jogászok lettek, vagy éppen földbirtokosok lettek, mert azért ilyenre is volt példa, tehát ebből is volt azért nem egy, meg nem kettő, de akkor ugye mindig megkaphatták azt, hogy, hogy de mi, miért vágnak fel, meg miért akarnak úgy élni, mint a fehérek. Ezt egyébként nem csak a fehérektől, hanem, hanem mondjuk az afroamerikaiaktól, maguktól is megkaphatták, tehát egy ilyen eléggé sajátos ülő és kalapács helyzetben keresztbefolyások között kellett létezni. Úgyhogy nem volt olyan egyszerű a mobilitás. Igen, és a film ugye nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy bemutassa, hogy itt nincsen, hát nyilván nincsen minőségbeli uh -huh. különbség az emberek között, de ha van, akkor még lehet, hogy fordítva is, vagy legalábbis nyilván ezt a kérdést valamelyest fölteszi, hiszen itt ugye összegyűjti a főhősünk, aki egy fehér lány, ezeket a történeteket, amiket ugye eleve nehezen mesélnek el neki ezek a fekete alkalmazottak, hiszen félnek a retorziótól teljes joggal. De kiderül az, hogy miközben: közben a fehér munkahadó nem hajlandó a saját egyéves gyerekét tisztába tenni este, a lefekvéstől reggelig, amíg meg nem érkezik a cseléd, aki mm. majd tisztába teszi, tehát hagyja, hogy így is fogalmaznak, hogy a piszkában legyen egész éjszaka, mondja teljes felháborodással ugye az a fekete cseléd, aki másnak megy és tisztába mm. kell, hogy tegye, de közben törvényeken túl még szabályokat is hoznak, és például építenek mondjuk egy WC-t külön mm. a házba, mert mégse az ő vécéjüket használja a fekete uh -huh. cseléd. Tehát, hogy ha lehet még undorítóbb ugye a helyzet, százszázalékosan hmm. kihasználják a kiszolgáltatott hmm. helyzetüket, és még annyi lapáttal tesznek rá, mennyi Hát mondhatni, hogy a Miss Daisy jelenettén még túl is, túl is megyünk egy határon, mert ott ugye nyilvános vécéről volt szó, szóval itt pedig ugye még itt csak egy magánházban. Ugye a Korinna, Korinna című filmben meg ez elő nem fordulhatott volna a film logikájából és a másfajta társadalmi millióből és a szolgahelyzet, vagy legalábbis munkavállaló helyzethez való másfajta viszonyulásból fakadóan. Várádám történész-politológussal a jövő héten folytatjuk, és egyben befejezzük a beszélgetést az urak és szolgái kapcsolatára fókuszáló filmekről és sorozatokról. Ez volt már a hangos film széles szélesvásznú verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő szerkesztőműsorvezetőt, Tímár Ágnest hallották. Viszont hallásra! Hangos film, széles verzió.